Üdvözlök mindenkit, Fabiola vagyok, és akkor Open Regisről üzletben négy előzetest adni, illetve már nem előzetes, mert 2011 óta működik a szoftver, tehát ez az egész rendszer. Egy pár dolgot. Az egyértelmű, hogy a freelancer világban egy óriási jelentősége van ezeknek a történeteknek, de hogy az iskolában ennek van-e valamilyen szerepe. Az igazság az, hogy igen. Angolszász világban erre nagyon komolyan rácuppantak, nagyon komolyan veszik, és nagyon széles körben használják közoktatásban, felsőoktatásban, illetve hát minden olyan területen, ahol a szabad, idézőben szabad, tehát akár pénzes is lehet a történet, de ezek a nagy masszív open online oktatási rendszerek, ahol működnek, nagyon sok helyen arról van szó, hogy a jutalmazás egyik forrása, az értékesek az egyik formája az open is. Volt előtte is, tehát van olyan műintézmény, ami közel egy évtizedes múltra visszatekintve ad badge-eket, és az Illinois Egyetem csinálja ezt. Tehát mindenféleképpen ez egy fontos történetnek mutatkozik, főleg, hogy látjuk az a későbbében, hogy miről is van szó. Miért kell ez nekünk? Nagyon fontos számunkra az, mármint személy számára, hogy a tudásunkat azt valamilyen módon reprezentáljuk. Valahogy igazoljuk azt a tudást, amit megszereztünk. Önéletrajzokat írogatunk, elektronikus portfóliókat állítunk össze. Most ezeknek az elektronikus portfólióknak a része tud lenni az a gyűjtemény, ezeknek a kis kitűzőknek, jelvényeknek a gyűjteménye, amit közzé tudok tenni. Megnézzük a későbbiekben ez, hogy megy. Ugye nagyon fontos az előbb említettem, hogy szabadúszóknál ez egy fontos dolog, hogy a saját portfólióban fel tudják ültetni ezeket a különböző végzettségeket. Nem kell nagyra gondolni, sőt nem kell elsősorban egyetemi végzettségekre gondolni, bár látni fogjuk, hogy lehetőség van arra, hogy olyan badge-et bocsássak ki, ami egyenértékű egy felsőoktatásban szerzett diplomával. Megfelelő szoftver kell csak hozzá, ami ezt le tudja kezelni. De maga a badge erre fel van készítve. Ugye ezt már említettem, hogy a különböző mokkokban akár ilyen kis apró kis dicséretként, hogy te vagy a legjobb teszter, vagy odáig, hogy megszerezte az adott minősítést, tehát átmegy egy tantárgyi vizsgán, ezt egyre szélesebb körben használják. Miről lesz szó? Hát néhány szó a magáról a badge-ekről. Megnézzük azt, hogy a Mozilla, aki ennek az egész szabványnak a gazdája, milyen infrastruktúrát biztosít a felhasználó tábornak. Megnézzük azt, hogy hogyan kell ilyet csinálni, hogy milyen technikai környezete van, mivel tudunk ilyen kis képecskéket gyártani, és illetve én a Moodle-t ragadtam ki, Moodle-el foglalkozunk első körben, de nem csak a Moodle ismeri ezt a rendszert, amit magát az OpenMoodle-nek a kezelését, de megnézzük azt, hogy megmutatom azt, hogy a Moodle-ben hogyan lehet ezt a bizonyos kitűző kezelést megoldani. Hát Amerikában nagyon komoly útja van a cserkészetnek, a különböző próbáknak, a különböző próbák után kapott jelvényeknek, csak erről van szó. Mindig is voltak ilyen történetek, hogy bizonyos teljesítményeket jutalmaztunk. Ilyen is volt egy időszakban. A lényeg az, hogy valahogy vizuálisan ragadjuk meg a történetet. De mit tekintünk igazándiból digitális kitűzőnek? A lényeg az, hogy a különböző készségek, a képességek, az elért teljesítmények, megjegyzem, validált teljesítményeknek a nyilvántartását szolgálják. De mindezt a hitelességgel vetődik fel a kérdés, hiszen ezeket már ismerjük, hát kis képecskéket kapunk, na de ennyi, kimerül ebben a történet? Jelentem nem. Nézzük azt az infrastruktúrát, amit a Mozilla biztosít számunkra. Az első ugye maga a szabvány. Mit biztosít nekünk a szabvány? Mi az, ami rögzítve van? Hoppá, ez egy kicsit... Hát egyrészt ugye, igen, az első a szabvány. A második az, hogy a felhasználók, tehát most a tanulókra gondolok első körben, valahol gyűjtögetniük kell a különböző kitűzőiket szervezett módon. Erre szolgál ez a bizonyos backpack felület, erről majd még lesz szó. Van a BatchKit, ami egy olyan alkalmazás számunkra, vagy egy olyan online segítség,
ahol létre tudunk hozni különböző becseket, ezeket nyilván tudjuk tartani, tehát ki tudjuk bocsátani. Tehát a folyamatot ábrázolja ez a történet. Tehát akinek mondjuk nincs moodle-je, nem is szeretne moodle-t, vagy nincs olyan infrastruktúrája, ami a különböző badge-eknek a kibocsátását, adminisztrálását, nyilvántartását bonyolítja, akkor egy alternatív lehetőség lehet. Ugye Open Badge Factory, ez a másik hasonló célra gyakorlatilag, ahol nyilván tudjuk tartani a kibocsátásainkat és adminisztrálni tudjuk. Maga az Open Badge szabvány az miről szól? Milyen infrastruktúrát igényel, illetve az intézményi oldal mit használ, tanulóira mit fog használni, ezt részben már mondtam is, tehát hogy hogyan működik, ez a moodle-ös rész lesz. Nézzük akkor, hogy milyen információkat lehet nyilvántartani ebben a rendszerben. Következőkről van szó. Van egy átvevő. Az átvevő, ez egy nagyon fontos történet, erről tudni kell, hogy minden a használt e-mailen múlik, ez az egész infrastruktúra, amit a Mozilla biztosít számunkra, ez az e-mailen alapul. Tehát a passzportrendszerben, a backpackben, ahova elmegyek tanulni, ott is ugyanazt az e-mailt kell megmondani, mert ezzel történik meg az azonosításon. Oké, hát erről van szó. Maga a kitűző ugye egy verziót, információt tartalmaz. Van egy képecske, ami egy PNG, és egy viszonylag is picike PNG. Nagyon sok rendszer általában egy 100x100-as PNG-t generál, tehát bármit meg tudok normális körülményeket etetni vele, JPG-t, GIF-et, stb. Viszont ezt át fogja konvertálni megfelelő méretbe. Van a gyereknek egy neve, tehát hogy hívják ezt a képzést, amin szerzett minősítést. Van egy nagyon rövid leírás, amit kicsit rövidnek érezhetnénk, 128 karakterben egy képzésnek a lényegét nem nagyon lehet elmondani. No problem, mert hogy alul itt van a kritériumok, ami egy URL lesz. A kritériumokat azt ugye a saját infrastruktúrámon fogom nyilván tartani. Ez egy nagyon terjedelmes lehet. Ugye mondtam azt, hogy akár egy diplomás lehet, egy diplomáról nagyon sokat kell írni, hogy mi minden tartalmaz. Ezért egy URL, ami bemutat majd az én rendszerembe, ahol kibocsátom ezeket a kis jelvényeket. Természetesen ugye a kibocsátó adatai, én vagyok az Óbudai Egyetem mondjuk, hogyan érem el, tehát itt gyakorlatilag elérhetőségi információk vannak, hogy be tudjak nézni mondjuk munkáltatóként, hogy van egy ilyen kis jelvény az illetőnek az oldalán, a weboldalán, vagy a portfólió oldalán, rákattintok, és be fog majd hozni engem a rendszerbe, tehát az egy rendszerembe. Opcionális az, hogy bizonyítékok, tehát oké, ott a kritérium, de hogyan teljesített az illető? A bizonyítékokat felsorolhatom, a lejárat dátumát szerepelhet, ugye ez érdekes történetre szerre visszatérünk még, tehát a kibocsátás dátuma értelemszerűen, amit vagy unisztán szemben fogok meg, a divat, illetve a klasszikus évfónaknak formátumban szerepeltetem. Nézzük a backpack az hogyan működik Isten igazából. A kitűzők begyűjtésére vonatkozik, ide fel lehet tölteni egyrészt a kitűzőket, illetve hát az intelligens rendszerek úgy működnek, hogy van a rendszerben mondjuk egy Moodle-ben vagy egy Total LMS-ben egy gomb, megnyomom és ezzel átküldöm automatice a backpack felületre a kitűzőimet. Tehát szinkronizálási lehetőség van. Ezért is fontos, hogy az e-mail a két helyen a stimmeljen. Nem stimmel, nem történik meg a szinkronizáció, nem fog felismerni a rendszer. Oké, hát megtörténik ez. A feltöltésnél ugye feltöltetett az, hogy oké, de hát akkor bármilyen képet feltölthetek. Nem, mert hogy a backpack felület egyébként belenéz, és azokat a szöveges információkat, amit a kép hordoz, van-e kibocsátó, vannak-e kritériumok, milyen URL vezet a kritériumba, stb. Tehát azok a formai feltételek, hogyha nem teljesülnek, akkor nem engedi a feltöltést magát. Kollekciókat, gyűjteményeket állítok össze. Tehát egyrészt begyűjtögetem, és ebből testre szabott gyűjteményeket állítok össze. Ezeket fogom tudni majd megosztani. Tehát ezt fogom majd kivigyezteni a LinkedIn profilomba, a weboldalamra, vagy más felületekre. Ugye látszik, hogy egy gombnyomás a Twitter, a Facebook, vagy a saját blogomba ki tudom rakni.
Van egy Mahara nevezetű portfólió rendszer, amit inkább felsőoktatásban használnak, de nyilvános helyen is nagyon sok helyen angolszász világban ide mehet a történet. A működés, ezt átugrom inkább, mert túlságosan picit, de a lényeg az, hogy ugye megcsinálom, kibocsátom, backpack-felten begyűjti az illető a dolgokat, és utána bármilyen más röves felületen ezeket publikálja és elérhetővé teszi. Melyek azok a rendszerek, amelyek ezt ismerik? Total LMS, a Moodle nyilván ismeri, ugye a Blackboard, a nagy lejtetás ismeri, Drupal, Joomla és a WordPress elvileg ilyen különböző modulok segítségével ismeri, illetve át az egyéb fejlesztői eszközök, amelyek támogatják a rendszernek az alkalmazását. Mire van tanulói oldalon szükség? Ugye ezt már láttuk, és beszéltem, elmondtam, a gyakorlatilag a backpack felületre van szükség, ahogy gyűjtögetek és majd megosztok. Ez volt idáig, az újdonság pedig még mindig nem, tehát ez így néz ki a felület, ahol gyűjtögetem. Az újdonság pedig ez nem nagyon régóta működik, egy pár hete, látszik, ezt ma reggel készítettem, én a 180. voltam a felhasználók között, tehát nem túl sokan vannak még bent a rendszerben. Ugye a backpacknek van egy hátránya, Isten igazából, hogy nem lehet közvetlenül megmutatni a kis jelvényeimet. Tehát valamilyen más eszközre van szükség, ezt hidalja át gyakorlatilag ez a passport rendszer, amit szintén a Mozilla biztosít számunkra. Bejelentkezik az ember, szinkronizálja a kis kitűzőit a backpack rendszerrel. Innen át tudok küldeni oda, hogyha itt töltöttem fel először, onnan át tudom szinkronizálni ide, és lehetőség van bemutató oldalaknak a létrehozására itt. Tehát ebben ez a fantázia, hogy most már nem kell egy újabb eszköz, gyakorlatilag itt nyilván tudom tartani. Tehát akár a backpackre sem feltétlenül van szükség, hogyha itt dolgozok. Készítsünk kitűzőt, kell hozzá, kell egy jó designer, kell valamilyen szoftver, amivel gyártunk képeket, egy probléma van. Ha van grafikusom, van designerem és van szoftverem, akkor egy viszonylag macerás procedúrát ezzel le tudok. De mi van, hogyha én mondjuk egy kis szolgáltató vagyok? Tehát nincsen grafikai vénám, de szükségem van ilyenekre, hogy tudok ilyet gyártani, készítsünk kitűzőket. Ugye ott a becsi, említettem, egyszerűen lehet készíteni. Én ezt imádom, ez az Open Batch Designer, ami egy nagyon cukorfalat kis eszköz, és nagyon gyorsan lehet dolgozni vele. Annyi, hogy ugye ez a kettő, ez a szabványnak megfelelő formátumot fog legyártani. A többiek azok nem feltétlenül. Tehát ilyen batch designerek nagyon sok van a világban, de csak a képi előállításra koncentrálnak, nem arra, hogy ebből valamilyen normális kitűző legyen. Egyébként ugye OpenBatch-nek a felülete, és így néz ki ez a bizonyos OpenBatch Designer. Nagyon egyszerű a történet, kapok háttereket, kapok felületeket, kapok egy jelképrendszert, ikonokat gyakorlatilag, mandereket tudok berakni, szövegeket tudok beírogatni, tehát teljesen be tudom rakni a saját világomat. Nincs olyan, ami nekem tetszik, no problem, fájl kiválasztása, és felkötöm a saját ikonomat, a saját hátteremet, a saját dolgaimat. És amikor elkészültem a dologgal, akkor gyakorlatilag letöltögetem. Tehát grafikai tudás nélkül, némi ízléssel azért szépen megszínezve el tudom készíteni a saját kitűzőimet. Még egy ilyen alkalmazás, de igazából a jó az az Open Batch Designer. Sőt, ez a megbízható, mert sajnos a becskét az szeret összeomlani, tehát néha érhetetlen. Oké, hogyan használjuk? Tehát előállítottam, megvan a képecském, hogyan lesz ebből történet? Ugye a Moodle-t azért szeretjük, mert rettentő sok rétű, nagyon gazdag az eszköz készlete, és akkor ebből tudunk válogatni. Mi az a előfeltétel annak, hogy ez megtörténjen, hogy a badge-eket jól másan tudjam használni? Be kell kapcsolni a teljesítés nyomon követését, hogy egyáltalán tudjam nyilván tartani azt, hogy mikor teljesítette, megfelelte a teljesítésnek, elérte a teszten a megfelelő pontszámot. Szükség van egy backpack fiókra, elkészítem a grafikákat, és akkor gyakorlatilag jöhet a mehet. Vannak szájszintű kitűzők. Úgy értem, hogy ezt az intézmény, mondjuk Óbudai Egyetem azt mondja, hogy felvállalom, hogy ezt én a saját nevemben, jogi felelősségem tudatában bocsátom ki.
Vannak kurzuszintűek, ez a tanárnak az ódiuma. Tehát, hogyha mondjuk az intézmény nem áll mögé, nem lát benne fantáziát, nem érdekli, akkor tanárként még mindig tudok ilyet csinálni. Nyilvánvalóan, hogyha kis szervezet vagyok, és a saját oktatásaimat szervezem, akkor minden az én kezemben van, és nyugodtan tudom kibocsátani. Milyen legyen az átadás módja? Ugye lehet kézi odaítélés, ez a kvázi dicséretet adok. Be tudom állítani a teljesítést, és a becsben meg tudom mondani, hogy akkor adja át, hogyha ez meg ez a tevékenység, a teszt, a tananyag elolvasása, ez teljesül. Ha eléri a megfelelő teljesítmény szinteket, automatikusan átadásra kerül. Vagy kurzus szinten, szintén be tudom állítani a kurzusnak a modulben, hogy mikor tekintem a kurzust teljesítettnek. Amint ez a feltétel előáll, automatikusan minden beavatkozás nélkül kibocsátja a felhasználó részére a képet, tehát a badge-et. Megtekintheti, gyűjtögetheti, letöltheti, szinkronizálhatja a fiókjával, badge-back fiókjával, és akkor rendben is vagyunk. Hát alapvetően két fő cél van, az egyik az, hogy valamiféle minősítést adjak, a másik pedig az, hogy dicséreteket osszak ki. Az időről. Az elején nem tudom, hogy ki az, aki elolvasta, most azért végig megyünk rajta. Ugye vannak olyan végzettségek, amelyet kibocsátok, és innentől kezdve él, tehát nem fog lejárni. Kvázi egy diploma is ilyen, még hogyha nem is tekintjük örök életűnek. Viszont lehetőségem van arra, hogy a kis kitűzőben dedikáljam azt, hogy egy konkrét dátumig, 2016. január 1-én lejár ez a kitűző. Ugye ez azzal fog járni, hogyha én feltöltöttem a backpack oldalamra, azonnal fel fog szívódni. Eltűnik a gyűjteményeimből, eltűnik minden, ahol publikáltam gyakorlatilag. Ugyanezt történik ezzel a relatív, azt mondom, hogy kibocsátottam, egy év múlva lejár. Mondjuk egy tűzvédelmi oktatás eredménye. Átmentem a tesztet, megkapom a badge-et, egy év múlva mehetek újra vizsgálni a dologban. Mi a helyzet ezzel? Ugye, aki írjon egy rendszert üzemeltet, vagy bármilyen rendszert üzemeltet, ugye tulajdonképpen nagyszámú felhasználóval sok képzés van, akkor van egy ilyen probléma, hogy archiválják a kurzusokat, eltüntetik, lényeg az, hogy törlik a rendszerből. Mi történik ilyenkor a badge-ekkel? Jelentem, semmi probléma, legalábbis Moodle oldalon a dolog úgy működik, hogy a kurzusoktól függetlenül adatbázisban rögzíti ezeket az információkat a rendszer, és hiába van törölve a kurzus, nemisten már felhasználóként sem létezem bent a rendszerben, akkor is ezek az információk nyilvánnak tartva. Tehát, hogyha valaki, aki meg akarja nézni, ellenőrizni akarja, hogy tényleg elvégeztem-e ezt a tanfolyamot, rákattint a kis badge-re, bevezeti az én rendszerembe, és ott van minden információ, milyen kritériumokat kellett nekem teljesíteni ahhoz, hogy ez megtörténhessen. Nincs keretrendszerem, akkor mit használjak? Hát Open Batch Factory például, ugye átadás, átvételre tudom rendezni a dolgokat, nem kell infrastruktúrát üzemeltetni, ezt megkapjuk a mobilától. Vannak azért olyan nemzeti rendszerek, hogy a briteknél nagyon komoly infrastruktúrát biztosítanak, főleg a közoktatás számára, ahol lehetőség van. Ide is beszoktak költözködni. Tehát általában magyar és amerikai és brit rendszerekben nagyon sok magyar közoktatási intézmény bekérezkedik, és ott üzemeltet szolgáltatásokat, mert hogy a magyar infrastruktúrával elégedetlenek, vagy nekik túl bonyolult, vagy túl zizis. Köszönöm szépen, végre is értem a dolgoknak. Igen, a valószínűséggel a következő úton, ami szintén itt lesz majd június 26-án, még erről majd bőven esik szó. Köszönöm. Bármi kérdés van, akkor áll a rendelkezésükre. Igen. Szó volt itt különféle rendszerintegrációkról. Facebook profilokban például, hogy tudok ezeket a összeállított kis hálításkákat kirakni? Ez nagyon egyszerű egyébként, legalábbis a backpack oldalon, amikor a gyűjteményeket kezelem, tehát azt a felületet megkapom, ahol a gyűjteményeim vannak, ott a bal felső sarokban lesz nekem egy kis gombocska megosztásra, és akkor felkínálja gyakorlatilag, hogy automatikusan átküldi a Facebook profilomba, nyilván akkor egyeztetnie kell, hogy hívnak engem.
ugyanígy a Twitterre, a Google Plus-ra kimegy, minden más oldala pedig ad egy linket gyakorlatilag, tehát egy beágyazási linket, amit ki tudok tenni. És ez a Facebook esetén ez egy, tehát tényleg ott a saját profil oldalon tűnik fel, vagy ez időfolyam. Időfolyam. Igen. Az időfolyam egy poszt lesz. Igen, igen. Ami nem túl szerencsés olyan szempontból, hogy ezt az áradat ezt elmossa. Tehát ez egy pillanat gyakorlatilag. Úgyhogy a Facebook meg ezek a dolgok nem feltétlenül. A portfólió oldal, tehát Nyugat-Európában egyre komolyabban, meg Amerikában egyre komolyabb területe van ennek, hogy felületeket biztosítsunk ennek. Tehát nagyon komoly freelancer kultúra van, nagyon komoly oldalak vannak, annyira elfogadottá vált ez a történet, hogy komoly nagyvállalatok az erőforrásoknak vagy a tevékenységek kiszervezését már merik úgy megoldani, hogy nem kisebb cégeket, hanem freelancereket alkalmaznak. Mert megbízható a rendszer. Ellenőrizhető a tudás, a képesség, nem vakrepülés a dolog, tehát nem zsákba macska már, amit sokan féltek korábban, és többek között ilyen igazolási rendszer. Tehát maguk az oldalak biztosítják azt, hogy megfelelő portfólióval rendelkezzen az illető. Tehát automatikusan sokszor generálódik a korábbi megrendelők adataiból és nyilatkozataiból. Ez meg ugye a végzettségeket teszem elő. Elvégeztem valamit, itt van. Parancsolj. LinkedIn integráció. Közvetlenül LinkedIn integráció nincs, tehát ott is a beágyazás megy egyenlőre. Hát egyébként én elképzelhetőnek tartom, hogy a közeljövőben ez is meg fog történni. Tehát a LinkedIn annyira markánsan megy az oktatás irányba, ugye a felvásárlása is jelzik ezt, hogy szerintem előbb-utóbb be fog következni. Az egyetemi online kurzusok, a Coursera, Udacity használja az ilyen becspekeket, illetve a Mozilla becspekét? Tudomásom szerint igen. Korábban is használta, de sajátokat, tehát csak a képeket volt, és inkább ilyen dicséret jelleggel használták. Talán, mintha Coursera-nál lenne most már olyan felület, ami ezt a szabványt támogatja. De Amerikában ez nemzeti projekt. Tehát ott a közoktatás számára nagyon sok államban ez egy elfogadott értékelési forma. És hogyha mondjuk van egy ilyen oldal, hogy mondjuk Code School, vagy neki van egy ilyen Open Matchback feltöltési felülete, az mennyire elfogadott, hogy mondjuk egy ilyen oldal, ami mondjuk egy commerce oldal, és egy oktatási tanfolyamot biztosít ugye videóval, számon kéréssel, és egy ilyen batchback és valami neki saját életterül feltölti a Mozilla Firefox batchbackére. Mennyire elfogadott ez egy ilyen tanfolyam szerint, akár referenciaként, akár tudás reprezentációként, tehát hogy bemutatja azt, hogy ez az illető, aki ezt elvégezte náluk a kurzus, mondjuk a Code School-nál, hogy ez jelen igazolja azt a tudást. Hát emiatt, hogy ez egy ellenőrzött, tehát csak akkor fogja megkapni, nyilvánvalóan a dicséret jellegű badge-ek, azoknak az értéke az megkérdőjelezhető. De ami mögött kritériumunk van, és ez látszik a rendszerben, tehát a badge-ből ki fog derülni, hogy ezt most kézzel valaki odaadta dicséretként, vagy pedig ez generálódott. Tehát ez az információ is benne van gyakorlatilag. Minden olyan kritérium, amit látszik, hogy követelmény rendszer van leírva, tehát hogy mit kell neki teljesíteni ahhoz, hogy kapja. Ez ellenőrzésre kerül, tehát csak akkor fogja megkapni a badge-et, hogyha ez teljesül. Ha az opcionális mellé teszik, hogy mit tudom, ezt mondják, hogy 80% fölött, de ez most 82% vagy 100%-ra teljesíti, ha még ez is mellette van, akkor ezek valid információk. A módodban például meg lehet csinálni azt, ugye ez egy érdekes dolog, hogy ha egy kurzusban beállítom, hogy mikor tekintem a kurzust elfogadottnak, és ezt minden kurzusra megcsinálom, és egy egyetemi képzésnek minden tantárgya megvan digitálisan is, akkor láncolatokat lehet összefűzni, mert ugyanúgy, mint ahogy a Neptunban meg az RTL-ben van ez a függőség, hogy akkor tudsz jelentkezni el a tárgyra, hogyha ezt az előzetes tárgyat elvégezted. A módodban meg úgy működik a teljesítés, hogy ezt a tárgyat elfogadom teljesítetnek, hogyha a kurzuson belül ezt a tevékenységet teljesítetted, egyébként meg ezt a korábbi kurzust elvégezted. Tehát, hogyha ott már megvan a teljesítés, és csak akkor fogja tovább engedni. Tehát így ezzel a láncolattal gyakorlatilag tudok egy olyan központi
jelvényt kitűzött kibocsátani, ami tényleg ekvivalens az egyetemi diplomával. Akár. Úgyhogy nagyon komoly rendszer. Magyarországon még kicsikét idegenkednek tőle. Tehát aki mondjuk angol száz rendszereket használ, megszokták, szeretik, a közoktatásban élvezik, még a nagyobb diákok is, tehát ez a gimnazista kategória. Szerintem nagyon komoly jövő előtt áll nálunk is, tehát lehetne használni. Nem csak játék. Mindjárt súlyoztatók a Badge-ekkel szerint, hogy most ez egy egyetemi diploma, vagy egy félnapos kurzus. Minden a kritériumból derül ki. De jó, csak hogy ott van egy Badge listában, amikor van valami 189 darab Badge, akkor lehet, hogy egy a lényeg, és a többi az ez kicsit, azt kell mondjam, hogy ez kicsit úgy is működik, hogy ki a kibocsátó intézmény. Tehát én ebből a szempontból közelíteném meg. Egyre többen. Tehát ez olyan dolog, hogy Magyarországon is működik, hogy álláskeresésnél azért előnyben vannak bizonyos egyetemek végzett hallgatói. Hát, hogy mennyire komoly. Mert a szöveges információ ott van. Tehát ahhoz, hogy kibocsátó... Hogy nem hogy valamilyen oldalamot szeretnénk bemutatni, akkor ki akarom emelni, hogy ez a diplomán, ez pedig a általános harmadik van a matek verseny. Ezeket el lehet különíteni. Ugye azt mondtam, hogy a backpack felületen gyűjteményeket tudok összeállítani. Ezek testre szabható. Tehát, hogy mit teszek bele egy gyűjteménybe, egyrészt ez a szelektálás. Ugye a másik az, hogy a különböző felületeken több gyűjteményt is publikálni tudok. Tehát meg tudom különböztetni azt, hogy egyetemi szintű, és akkor felsorolom a diplomáimat, vagy és akkor egy másik gyűjteményt meg közé adok úgy, hogy ezek a dicséretek egyébként. Van egy Badge-em, Óbudai Egyetem egy diplomáról, Óbudai Egyetemnek rajta van a logója, meg minden ilyesmi. Elmegyek egy tanfolyamra, egy akármilyen képző intézet, és ő is az egyeset. Igen. És mondjuk ő is rárakja a Badge-re az Óbudai Egyetemnek a logóját. Ezzel van-e valamilyen védelem, amikor egy ilyen Badge-et létrehozunk? Mert igazából akkor kivett, tehát a gyűjteményen első körben azt lehet, hogy ló van 85, mint az Óbudai Egyetemes Badge-em, de valójában mondjuk van egy fék oktató intézet, akinek az a helye, hogy ő ilyen Badge-eket árt. Ez már szerzőjogi probléma részben, tehát ez már kvázi büntény. Ilyenkor fel kell. Erre most nem emlékszem őszintén szólva, hogy van-e ilyen felület, ahol be lehet jelenteni problémákat. Az biztos, hogy a backpack felületen nincs, tehát az a privát szférám. De a követelmény UI-vel az nem az Óbudai Egyetem. Nem oda fog be, és sántítani fog. Tehát a másik az, hogy azért itt az érdekelségi rendszer, tehát nekem, mint privát tanulónak az érdekem az, hogy ha látok egy ilyen visszaélési formát, azért ez engem is le fog égetni. Hát igen. Mert tehát az én hitelességem. Amikor kiderül. Igen. De ennek elég ide akarok menni. Mert itt erőteljes szerep, amilyen szempontból bizalomnak. Igen. Kicsit másképp közelíteni mi ezt a problémát, hogy a kibocsátói oldalon hogy biztosított a hitelesség? Van valamilyen digitális aláírás rajta, vagy... Nincs. Nincs egyelőre. De az még ugye erre a problémára egyébként nagyon jó volna. Hát, igen, tehát igazából látottam a kép, akkor az... Tehát igazából, tehát ilyen budget gyakorlatilag bárki hozhat létre, de ha nem nézi meg a mögött a lévő követelmény URL-t, akkor fel lehet jönni, hogy úgy, mennyire szép és jó vagyok. Persze a követelmény URL-nek kiderül, hogy mégsem. Azonnal, igen. De hát igazából mondjuk egy állásinterjú is megnézik az önéletrajzot, és mondjuk 3 hónap alatt derült, hogy mégsem jöttek ahhoz, amit ott feltöntettem, szóval. Sőt, mivel én magam tudok regisztrálni, tudok badge-eket csinálni, csinálhatok én magamnak is olyan badge-eket, amik arra a követelmény URL-ekre mutatnak, amik jobb lesznek nekem. Hát az már macerásabb. Elvileg meg lehet hackelni, gondolom én, de igazából a lényeg az, hogy legyártam a képecskéket, kell egy olyan alkalmazás, ami a hivatalos információkat majd bele fogja hegeszteni. Tehát kell egy Moodle, kell egy Backboard, stb. Uh-huh. Jó, de hát a követelmény URL-t ezt mondom, én írom be egy Badge-et. Nem, az automatikusan, azt a rendszer adja hozzá. Tehát olyan alkalmazás nem született, amiben kézzel be tudom írni az információkat. Aha.
akkor ott akkor lehet valami autentikáció, akkor is innen lehet jó. Mert tehát, ha van egy hivatalos e-learning rendszere egyetemnek, egy oktatós bátyinek, tehát az fogja a saját információt, sőt ott nagyon oda kell figyelni, hogy akkor olyan hivatalos szerű legyen a neve, a hosszú neve az illető szervezetnek, már ugye az oldalnak a neve, stb. Tehát erre oda kell figyelni. Ilyen visszaélésekről egyébként nem hallottam. Tehát ezért... És ez csak érdekel. Köszönöm szépen!